emlékeztek erre a helyre, és lett egy kis változás, egyszerűen elfekedik a képernyő. Figyelem! Orbán Gabi egy profi edzetsportoló. Ne próbáljátok leutánozni otthon vagy bárhol, amit a csatornáján láttok. OG fans, újabb nap, újabb videó, kellemes reggelt, kellemes délbét, kellemes délután, nem tudom mikor néztek, nem is ez a lényeg, réged már tudjátok, iratkozzatok fel a csatornámra, kapcsoljatok kis csengőt, kis hangot, hogy nem adok le semmiféle feltöltésről, illetve itt van az Instagramom, itt is mindenféleképpen kövessetek be, hisz ott is olyan tartalmakat teszek közé, amik máshol nincsenek, nem megtalálhatóak, illetve a legaktuálisabb, illetve ott állíthatok a sapkák és a sírmi sapkák is, illetve oda küldhetitek a ti esetek, én reagálok videóhoz a ti eséseitek, úgyhogy elég fontos szerepe van az Instagramomnak. Gyerekek, kijöttünk Göröspatakra, remélem emlékeztek erre a helyre, és lett egy kis változás, építés, most lesz a tesztrájdja a pályának, hétvégén kimoltunk Balázssal, megépítettük nagyjából, így néz ki. Van meg egy pár dolog, amit kell stabilizálni, például az egyik dolog az ez a kábel dob, csak nem tudom, ide mekkora csavarok járnak, illetve még mindig azt a nagy fát nem stabilizáltuk ki, a többit nagyjából újraépítettük, illetve megtódottuk, csináltunk jó hosszú olyan egyensúlyozós cuccot. Ide feltettünk még egyet, hogy legyen valami magasságom, illetve itt van egy pár ugrás, itt van velünk újra Robert, jött segíteni kamerázni, úgyhogy én most egy picit fogok melegíteni, oda meg nézzük meg, hogy mit sikerült megépíteni, mert tényleg még nem nagyon próbáltam ki, volt egy szerintem 10 percet, amikor összeraktuk, akkor nyomtam, de annyi volt. Illetve augusztus 20-án lesz egy show-m Székely Szent Királyba, Szent István napok alkalmával, illetve július 2-án Tiltott Fesztiválon, amikor van Majka is, úgyhogy kezdnek beindulni a show-k is. Na, én egy picit melegítek, és akkor jövünk vissza egy pár ugrással az új pályáról. Meg benne a városban olyan zivatar volt, hogy majd látok mindent. Meg itt nagyon fúj a szél. Hullámos a tenger is. Próbáld meg. Na nézzük meg. Ó, de melyik el így? Melyik el így fújjon a szél? Second try. Hogy beindítjuk a kamerát, hogy a szép, ugye? Igen. Mi lett? Elcsúszott a gerend. No, az első fél megvolt. Azért megjettem, bazd meg. Olyan fájlás. Thank you.
levegőbe van. Na mindegy. Fülök el fogok. Utána mi? Az a különbség a Városbád és a pálya között, hogy 10 perc alatt beugrok 30 darab ugrást, és ma meg vagyok hol. Városba meg jónak a fasz. Amúgy Ábelék nincsenek itthon, jövő héttől Ábel is visszatér, ha minden igaz. Hello, Pisu! Pisu! Fiat csak! Itt a shotgun. Pisu! Na szóval, mert rám fejött a GoPro, azt magyaráztam, hogy Ábelék nincsenek itthon, de jövő héttől minden igazokkal Ábel is visszatér a triárosok körébe, és akkor többet fogunk ide is kijárni. Illetve tudom, hogy időrendi során a Csiki hát sorról jött volna a videó, de ugyanígy, mint most a GoPro-t is lefejött, és legalább fele a sónak el van veszve. Így várom rendezőtől, vagy a szervezőktől, amit filmeztek. Elméletileg valami komoly 60K-s izével van, vagy 100 GB, 200 GB lesz a cucc, de még át se küldték, úgyhogy várom azt, hogy tudjam megvágni. Úgyhogy jön az is, nyugi. Na, mi nyomjunk egy pár ugrást. Ezt kell kistabilizáljuk még, a csavarokat meg kell húzni, illetve azt a nagy szart. Már az kiborul, beborul. Na, nézzünk egy csúszat. Gyere innen. Onnan át fog csúszni ide. Jó kis táv. Thank you.
Ugye egész jó lett a pálya. Úgy ideg és ideig az. Magasan. Na, én az ilyesmire nagyon allergiás vagyok. Szerintem holnap fel is viszem Barnihoz. Szétduvasszuk. Ilyenkor megtelik valami porral. De... néhány rider úgy megy bazd meg a biciklivel. Recseg, ropog, kattog, pattog, nem érdekli. Nekem meg az ilyen kis szaruk is annyira mentálisan meg tudnak baszni. Folyamatosan mind azt hiszem, na most szakad le, vagy most törik le valami, vagy most nem tudom mi lesz, és rendesen mentálisan szétbasz. Úgyhogy ez mindenféleképpen idegesít. Próbálj meg oda egy nagy szájdot. Nem vesz. Így a végére. Nem látszik. Lehet, hogy veszít. Szarakodik az a geci GoPro is, bassza meg már a száját a GoPro-nak, úgyhogy ezt ki fogom ütni. Ha meg a ki. Szóval, melegedik fel az a szar. Egyszerűen elfekedik a képernyő, lefagy a kép, a hangot megveszi tovább. Úgyhogy nem tudom, hogy ezzel a videónak a végével mi lesz. Szeretnék még egyet ide szájdolni. Nektek is van ilyen GoPro gondotok, vagy csak engem szopott a GoPro, ugye? Mondjuk igaz, hogy ez a GoPro most már vagy 3 éves, de hát azért ez a pénzé kéne bírja. Vagy nem? Vagy igen? Vagy nem tudom. Na mindegy, hagyjuk a pacsába. Mi a faszom, hát fasz meg? Látszik a kamera? Tali van ilyen kis izével. Cseszlével. Gyerekek, ennyit van az a videó, már felbaszott ez a geci GoPro. Úgyhogy ha ilyen videót kaptok, hogy megállt a kép, a hang megy tovább, az a GoPro miatt van meg. Úgy bazdmeg betámadtak ezek a cseszlik. Itt van az Instagramom, és itt kövessetek be. Ott találtak a sapkák és a sírmi sapkák, tehát hogyha kell sapka, sírmi sapka, írjál rám. Illetve ott küldetek a ti esetek, én ragadok videót a ti eséseitek. Mai napikor az ment ide. Jövő héten meg mindenféleképpen visszajönk egy jobb ride-ra, ide ez a pályára. És egy jobb kamerával, mert ez most már megőrt. Orbán Gabi voltam.